Kacsiknyi Erdős Éva a vendégünk, a Banki Hitel Károsultak Egyesületének szakértője nem először. Mindig megállapítjuk, hogy valószínűleg nem is utoljára, mert ez egy véget nem érő történet. Most egy újabb fázisához érkezett, és hát a banki hiteleseknek egy rossz pillanatában járunk. A Strasbourgi Bíróság elutasította az árfolyam rés ügyében korábban a sikert aratott egyesület beadványát, amely arról szólt, hogy... Arról szólt, hogy a legnagyobb probléma, ami az adósokat most is érinti, hogy az árfolyam kockázat az rajtuk maradt. És ugye itt a forintosítással kapcsolatban a törvény által megállapított árfolyamot, azt elkezdték támadni, és azt mondták, hogy ez a kormány úgy avatkozik be ezekbe a magánjogi szerződésekbe, hogy ő megállapítja azt az árfolyamot, amin átváltásra kerülnek ezek a devizák, és akkor innentől kezdve az ügyfél beleragadt ebbe a történetbe, és esélye sincs az ő általa vélt vagy valós árfolyamon törleszteni majd a hitelét, hiszen itt a deviza alap, az ingatlan fedezetű hiteleknél már megtörtént a forintosítás, az autó, illetve személyi kölcsönöknél pedig most fog megtörténni. Ez az a történet, ami ügyében az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ő nem illetékesebben dönteni? Igen, az Alkotmánybíróságnál is ugye ugyanafelé megyünk, és azt látom én, hogy bárhova nézek, mindenhol az az álláspont, hogy a devizahitelesek megkapták már támogatásként, segítségként, mindegy, hogy ezt milyen néven nevezzük, ami nekik jár, az összes többit pedig ők elvállalták szerződés kötéskor, hiszen egy kedvező kamat fejében vállalták az árfolyam kockázatot. Innentől kezdve nincs miről vitatkozni, mehetünk Ponciustól Pilátosig, úgyse lesz más döntés, tehát kvázi most úgy nézünk ki, hogy kifárasztásra megy ez a dolog. Az én ügyfeleim között is nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy most már nem harcolok tovább, van, ami van, majd meglátom, hogy mi fog történni, tehát bármilyen fórumot nézünk, és akkor nem csak kifelé Strasbourgba, vagy ugye Magyarországon az Alkotmánybíróság, ha megnézzük a bíróságokat, az ottani perek. Ugye a hiánypotló végzésekben a jogkövetkezmény levonásához történő megkötbetelt számításokat az ügyvédek nagyon nehezen tudják pótolni, tehát a perekkel is nem tudjuk, hogy mi lesz majd. De ha megnézem, amiről most nagyon kevés szó hangzik el, hogy azok az adósok, akik egyébként magánúton vagy szakértő segítségével a pénzügyi békéltető testülethez fordultak, ugye az ő elszámolások kapcsán. Nem tudom, hogy miért van ez a nagy csönd, de úgy látom, hogy a testület az nem nagyon képes eleget tenni a feladatának, olyan lassan és olyan határozatokat hoz, amik azt gondolom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy vérlázítóak. Pedig pont ez lenne az a testület, amik a gyors döntés jött létre, és hát ennek reményében fordulnak oda az ügyfelek, gondolom. Így van, tehát 90 napos a határidő, ami egyszerű alkalommal még plusz 30 nappal meghosszabbítható, és ugye úgy néz ki ez a dolog, hogy novemberben veszek át szeptemberi keltezésű leveleket. És onnantól 90 meg 30. Hát sokféle változás. Onnantól van még negyed év. Igen, de az, hogy amikor beadna az ügyfél egy beadványt, hozzácsatol számításokat és mindenféle egyebeket, és erre olyan határozat született, hogy nem tett eleget a törvényben foglaltaknak, és nem csatolt hozzá számítást, és nem vitatta, és akkor pont passz, és arra kényszerítsük, hogy egy nem peres eljárásban ő a bírósághoz forduljon, ami további költség az ő számára. Ugye ezek most már elindultak, hiszen azért az látszik, tehát hogy csak érzékeltetjük. Október 31-i statisztika van fönt az MNB honlapján. Azt jelenti, hogy 15 ezer körüli ügyet fogadtak be. Ez durván a 10%-a annak, illetőleg nem is a 1%-a az összes elszámolásnak. Ebből a 15 ezerből 3 ezer körüli dolog van, ami el van bírálva. A 3 ezerből 2 darab az, ahol kötelezést hoztak. Az összes többi esetben azt mondta a pénzügyi békéltető testület, hogy az a banknak van igaza. Tehát én azt nem hiszem el, hogy mindenki, aki leírta, hogy neki mi a probléma, mert nyilván sokan vannak, akik csak leírták, hogy szerintem nem ennyi, de nem támasztották alá. De az, hogy eddig 3000 lezárt ügyből 2 darab esetében lehetett kimondani azt, hogy a szolgáltató hibázott, az összes többi esetben pedig mindenki menjen oda, ahova akar, én ezt így nem tartom fernek, főleg úgy, hogy a pénzügyi békéltető testületnek nincsen felügyeleti szerve. Jogorvoslatért a bírósághoz lehet fordulni. Hát az a következő fázis. Tehát persze. Milyen fogyasztóvédelem van? Az már nem is ez a szint. Igen. Viszont teljességgel kizárható, hogy 2998 esetben a bank, mert hogy ez, neki megvan a szoftvere.
Jól számolt? A nagyon érdekes dolog ez, mert elhangzott az is, és azért ennek is hangot adnék. Most volt az MNB-be a civil háló tagjai részére, akik partnerei az MNB-nek, egy tájékoztató a PBT-nek az eljárásáról, illetőleg, hogy hogyan vizsgálják a szolgáltatókat, hogy teljesítik-e PBT, a pénzügyi testet. Így van, pontosan. Ott elhangzott az, hogy vizsgálják, de nem szúrópróbaszerűen, tehát egyedi szerződéseket nem néznek át. Tehát azt nem ellenőrzik le. Tehát ez hangzott el. Akkor hogy döntöd? Hát ez a kérdés, ugye az, hogyha beadunk egy beadványt, és azt sérelmezzük, hogy nem az alapszerződésnek megfelelő az alapelszámolás, tehát hogy az nem jó, és erre azt a választ kapjuk, hogy azt nem vizsgálják, hogy az alapelszámolás akkor milyen. Akkor mit vizsgáltak? Hát azt, hogy egyébként a rosszból hogy fordították át, ami le van írva a törvényben. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenki szereptévesztésben van. Nem ez lenne a feladat, nem erről szól a fogyasztóvédelem. Egy egyedi szerződést, azt meg kell nézni, mi van a szerződésben, az ASZ-ben, hogyan kellett volna azt eredetben fölvenni. És ezért mondja azt, hogy gond, hogy a pénzügyi békéltető testületnek nincs felügyeleti szerve, mert 2998 esetben nincs hova fordulni. Csak a bírósághoz. Na most kérdezem, hányan fordulnak a bírósághoz? Eddigi úgy néz ki, hogy az összes panasznak a 10%-a. Tehát, hogyha azt mondom, van 15 ezer panasz, ebből 3000-et elbíráltak, a 3000-ből 250 valahányan fordultak eddig, nem peres eljárásban. Többiek mi lesz? Belenyugodnak és fizetnek? Nem gondolom. Tehát amit még az előbb elfelejtettem mondani, az volt a szörnyű ebben a tájékoztatóban, hogy ott volt a készenléti rendőrség. Akkor volt ugye ez a párizsi terrorcselekmény, erre hivatkoztak, hogy ezért vannak ott. Na de egy zárt körű meghívott rendezvényen, miért van ott a készenléti rendőrség, aki farkas szemet néz a civilekkel? Tehát nem tudtuk ezt hova rakni, de ezt most csak így megjegyzésként mondtam. A másik problémám az az... Biztonságban voltak, tekintsék így. Köszönöm szépen, de miért bennünket néztek? Egyébként lehet, hogy tényleg ennyi, tehát ott akkor nagyon sok helyen volt rend, de nem gondolom, hogy ön ellen a készenléti rendőrséget hívja ki a Nemzeti Bank. Jó, mindegy. A lényeg, a jogorvoslat, remélem, hogy hova mehetnek ugye az ügyfelek. Az látszik, hogy nem peres eljárásban ugye a bírósághoz fordulnak, a bíróságokon egy bírósági titkár átnézi a teljes iratanyagot. Nyilván mi minden esetben kérünk személyes meghallgatást is, mert a pénzügyi békeltető testületnél ez sincs. Tehát arra vonatkozóan nincsen semmi statisztika a kezünkben, hogy az eddigi beadványoknál hány alkalommal zajlott szóbeli meghallgatás, és hányszor ez csak írásban zajlott. Mert azért ez is egy fontos szám lehetne, de ez mindegy. Ott kérjük, hogy ez megtörténik, vagy nem, azt nem tudjuk, hiszen időben még nem ott tartunk. És akkor a bírósági titkár, kérdezem én, aki egy jogi ember, és én sokat járok tárgyalásokra, és látom, hogy mind az ügyvédek, mind a bíró, ha az egyes számnál többet lát egymás mellett, akkor kikerekedik a szeme, hiszen nem ez az ő szakmája. Kérdezem, ilyen az a bírósági titkár, ha már a pénzügyi békéltető testület szakemberei nem vizsgálták azt a beadványt, amit mi elkészítettünk, akkor ő mégis milyen alapon tudja azt felülvizsgálni? Hogy tudja ő azt megállapítani, hogy jó vagy nem jó? Tehát én azt gondolom, hogy a törvényalkotó, amikor azt mondta, hogy igen, itt egy szakmai fórumhoz kell fordulni, hogy az ellenőrizze le, ennek az ellenőrzését mi még nyomokba sem látjuk. Nem tudunk hova fordulni, és azt gondolom, hogy ebben az országban mindent megtesznek azért, hogy az adósok elfáradjanak, és akkor azt mondják, hogy oké, van egy része lesz, aki azt mondja, hogy jó, kifizetem, hagyjatok engem békén. Másik része, aki nem tudott fizetni, az nyilván ezután sem fog, hiszen azt látjuk, hogy a forintosítás nem megoldás, hiszen arról szólnak most már hetek óta a hírek, hogy egyre több a nem fizető adós. Ha egyre több a nem fizető adós, akkor mégis mi lesz itt a végrehajtások kapcsán, több százezer embert hogy rakunk az utcára, vagy mi lesz velük. A másik része az, hogy újra fölélednek majd a követeléskezelő cégek, akik megvásárolják majd a bankoktól töredékáron ezeket a követeléseket, és utána majd az ügyfelekkel vagy megállapodnak, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy megint történt valami, most már ez a hatodik éve, hogy ezt tapossuk, ezt a dogonyát, és nem megoldás, pedig már annyiszor elhangzott, hogy valamit csinálni. A Strasbourgi bíróság viszont hát gyakorlatilag anélkül, hogy vizsgálta volna, elutasította. Igen, formai okokra hivatkoznak. Lehet tudni, hogy ennek mi volt az oka, hogy itt nincs fellebezési lehetőség. Így van, tehát ezt újra kell, az Egyesület az újra meg is próbálja ezt beadni, és újra megpróbál megfelelni ugye a beadványnak. Most mit szerettek volna elérni ebben a perben? Ők is ugyanezt szerették volna elérni, hogy az, hogy az állam kihirdeti azt, hogy már pedig ezen az árfolyamon forintosításra kerülnek a hitelek, akkor ez innentől kezdve kőbe van vésve, és ezt mindenkinek el kell fogadnia. Ugye onnan indult a történet, hogy amikor
amikor a megállapították kint, szintén Strasbourgban a Kassler per kapcsán, hogy az árfolyamrés, illetőleg a egyoldalú szerződés módosítás az tisztességtelen, ezt húzták rá az összes adósra. De azt tudni kell, hogy ugye a magyar törvények szerint, ha egy szerződés tisztességtelen, annak az a következménye, hogy az a szerződés az érvénytelen. Innentől kezdve az, hogy azt mondták, hogy oké, a szerződésnek egy-egy részei azok semmisek, attól a többi része még érvényes. Én úgy gondolom, hogy egy jog olyan irányba kezdett el fejlődni, ami a visszamenőleges törvénykezéstől mindent felvet már, és higgyel nekem, a bíróságon a bírók szeme is csak kerekedik, hogy most mégis mi a fenét kéne hozni. Az egyik bíró azt mondta, hogy szívesen hozna már ítéletet, de mivel újabb és újabb törvények jelennek meg, aminek ugye ő neki nem a szerződéskötés időpontjában kell vizsgálni a fennálló törvényeket, hanem ugye folyamatosan, legalábbis ez most így van. Pedig ez nem így volt. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki nyugodtan dobja el a diplomáját, mert ezzel így nem fog minden másképpen van egy kicsikét. Még egy mondat erejéig visszatérve a készenléti rendőrségre a Magyar Nemzeti Bank épületén belül, egy pillanatra is úgy érezte, hogy ön ellen, önök ellen irányul a jelenlétük? Tehát hát volt erre utaló pillanat? Igen, hogyha most mi ketten itt ülünk, és a készenléti rendőrség a maga háta mögött áll, és engem néz, mert egy teremben vagyunk. Hát és nem kint van. Azt gondolnám, hogy miért engem néz, tehát mi a probléma ebből. Amikor kimegyek az ajtón, és az ott, mert ott kint is voltak, megkérdezik, hogy várható-e valami. És azt mondom, hát igen, körülbelül fél óra múlva vége lesz. Ő nem erre gondolt, hogy lesz-e valami balhé. Most akkor erre mit tudok mondani? Milyen balhé? Értem. Tehát sajnos bennünket nem így neveltek, és a partnerség nem ezt mondja, hogy akkor kaszát kaszlák a kézben. Igen, ez úgy hangzik, mintha nem a terroristáktól féltek volna elsősorban. Igen, sajnos ennek ilyen volt a kérdezete. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. A híradó után várom önöket vissza. Göncz Kinga volt külügyminiszter, lesz a vendégünk.